A születése után egyből egy gyors beavatkozásra volt szükség a babánknál, utána pedig egy nagyon komoly tervezett műtétre. A tervezett műtét után pedig egy életmentő beavatkozásra. Jelentősen hosszabb ideig voltunk benne, amit, amit terveztünk. Éppen emiatt nagyon sok tapasztalatunk is összegyűlt. Ami egy másodpercig nem fordult meg a fejünkben, vagy nem bizonytalanultunk el, az az, hogy jó kezekben vagyunk. Nekem van egy elképzelésem a pszichológusokról, vagy legalábbis volt, hogy ők, hogy ők szeretnek problémákat megoldani, és hogy mennyire tetszett az a fajta hozzáállás, ami nálad volt, hogy Előre átgondolod, hogy miből lehet probléma, és már az elején megpróbálsz tenni ellene. Mint például az információ hiány, ugye, ami a leginkább egy ilyen szituációban ki tudja kezdeni az embernek az idegeit. Ha olyan szakemberekkel ismerkednél meg, akik a testről és lélekről egységként gondolkoznak, akkor ráhallgathatnál. Podcast az egészségértésről. Sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai epizódban. Az egyik dolog, amit én nagyon-nagyon szeretek a munkámban, az az, hogy különleges emberekkel ismerkedhetek meg. Mai vendégemmel a kórházi munkám során találkoztam. Ő akkor talán élete egyik legnagyobb krízisét élte éppen át, de itt vagyunk pár hónap elteltével, és ma már a szakmáról fogunk beszélgetni, az ő szakmájáról, a szakmáink találkozásáról. De hogy mi is ez a szakma, ezt majd ő elmondja, mert ő sokkal ügyesebben meg tudja fogalmazni mindezt. Szeretet elköszöntöm nálunk Lennert Dánielt. Szia Nóri, sziasztok! Szia! Csak a bevezető, hogy sokkal jobban el tudom mondani, ezen gondolkoztam, hogy vajon el tudom-e mondani, de majd igyekezni fog. Egyáltalán majd meg kell határoznunk, hogy mi is az, és hogy, 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 hogy hogyan, hogyan kapcsolódik ez egyáltalán a pszichológiához, az egészségértéshez, az egészségügyhöz, de hogy szerintem előtte légy szíves mondaná történeteteket, uh -huh. hogy kerülünk mi ide egy asztalhoz, vagy kettőhöz. Jó, öm, hát mi a Gokviban találkoztunk, öm, a, úgy alakult a helyzet, hogy megtudtuk, hogy jön babánk, akit mm. nagyon vártunk, és nagyon örültünk neki, és a második genetikai útrahangon viszont kiderült, hogy van egy probléma a szívével. Szerencsések voltunk, mert nagyon ritka az az eset, amikor ez már az útrahang alatt kiderül, úgyhogy tudtunk készülni arra, ami vár ránk nyilván rányomta a terhességre valamennyire, azért ez így a, a, pecsétjét, de, de nagyon optimistán készültünk arra, ami majd a műtét után vár ránk a gyógyulásra. És, és akkor ebben az időszakban meg is kerestük a, a kórházat, hogy találkozzunk a sebésszel, és akkor találkoztunk veled is. Körbevezettél, megmutattad azt, ami majd vár ránk, illetve, illetve meséltél a folyamatokról. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sokat segített nekünk abban, ami ránk várt. A, a történetben, függetlenül attól, hogy voltak csavarok és voltak váratlan helyzetek, de mégsem így a, így a semmiből csöppentünk egy ilyen kétségbejtő szituációba, és, és akkor fogalmazódott meg bennem az, hogy 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 nekem van egy elképzelésem a pszichológusokról, vagy legalábbis volt, hogy ők, hogy ők szeretnek problémákat megoldani, és hogy mennyire tetszett az a fajta hozzáállás, ami nálad volt, hogy előre átgondolod, hogy miből lehet probléma, és már az elején megpróbálsz tenni ellene, mint például az információ hiány, ugye, ami a leginkább egy ilyen szituációban ki tudja kezdeni az embernek az idegeit, hogy, hogy megpróbálsz minél több információval előre segíteni, fölkészíteni, megnézed, hogy mik azok a pontok, amik a legproblematikusabbak egy ilyen folyamatban, azokon próbálsz tompítani magát a szervezetet formálni. Úgyhogy én ezért egyrészt nagyon hálás is voltam, meg azt gondoltam, hogy hogy ez az egész uh, egészségügy azért nagyon-nagyon sokat tan tanulhatna ebből a hozzáállásból. Jó, ez külön köszönöm. <laughs> és, uh, és egyébként pedig hát nyilván, amikor bekerültünk ebbe a folyamatba, tehát a születése után egyből egy gyors beavatkozásra volt szükség a babánknál, utána pedig egy nagyon komoly uh, tervezett műtétre, a tervezett műtét után pedig egy uh, életmentő beavatkozásra, uh, uh, különböző szövődmények miatt. Uh, Úgyhogy Súlyosabban voltunk benne, hossz, jelentősen hosszabb ideig voltunk benne, amit, uh, amit terveztünk. Uh, éppen emiatt nagyon sok tapasztalatunk is uh, összegyűlt. Uh, és, a, és hát igazából, ami, ami egy másodpercig nem fordult meg a fejünkben, vagy nem bizonytalanodtunk el, az az, hogy jó kezekben vagyunk. Uh, viszont nyilván, mint... Én kommunikációs szakember vagyok, <laughs> nyilván azért így, 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 így nyilván, tehát hogy voltak olyan pillanatok, amikor azért így belém ötlött, hogy, hogy vannak olyan pontok, amiken lehet, hogy, hogy lehetne javítani, és akkor ezzel segíteni a szülőket. És ezt, és ezt nagyon ügyesen meg is fogalmaztad, és én mindig arra, emlék, vagy arra emlékszem, hogy mindig ezekben a beszélgetésekben, olyan végtelen türelemmel és, és intelligenciával és elfogadással voltál, hogy, hogy nem azt éreztem, hogy amit nagyon sokszor sajnos még mai napig tapasztalunk, hogy ez a magyar egészségügy, és akkor ugye lehet gondolni, hogy hogyan folytatódik ez a mondat, hanem abban én egy nagyon egységes, vagy, vagy hasonló gondolkodást éltem meg közted és köztem, és egyébként Zsófi között is, a feleséged között is, hogy elfogadjuk azt, hogy éppen mi az adott helyzet, mik az, az adott helyzetnek a lehetőségei, és abból kell valami ügyeset és jót kitalálni. És még visszakanyarodva a történeted elejére úgy fogalmazol, hogy szerencsés helyzetben voltatok, hogy már magzati korban, ezért lehetett készülni. És hogy azért szerintem ez sokkal-sokkal több, mint szerencse. Egyik oldalról nagyon jó így megfogalmazni a, a felkészült és lehetőségét, de hogy szerintem egy nagyon jó munkamód is felkészülni, amennyire ugye fel lehet itt a, a mi kórházunkban ezekre a folyamatokra, mondod is, hogy később azért kiderült, hogy nem, nem minden fenékig tejfel, és hogy egy kicsit felborultak egy párszor a dolgok, és annál a, a mondatodnál is valahogy a felkészültség átfordult nálam szerencséből igényességé, hogyha ott az elején azt, azt a fajta felkészülést nem teszitek a ami kiterjedt azért sok mindenre az információn túl is, akkor lehet, hogy azt a krízist, ami a krízisen belül egy váratlan, egy kiszámíthatatlan dolog, akkor azt azért nehezebben ugrottátok volna meg. És én mindig azt tapasztaltam, hogy akkor vettétek igazán elő az erőtöket, és azokat a, azokat a racionalitásra helyezett dolgokat, amik, amik tényleg le vannak írva, csak a krízisben az érzelmektől nem tudjuk feltétlenül elolvasni. És hogy ezzel az egész bevezetése, vagy a ti történetetekkel szerintem meg is alapoztuk a következő kérdést, hogy, hogy a GOKI, mint intézmény, mert hogy ugye ez a gyermekszív központ falain belül zajlott ez a megismerkedés, és ez a, és ez a jó párhuzam a szakmáink között. A GOKI intézményén belül, amikor um, ott róttátok ezeket a folyosókat, akkor ott mi volt az egész intézménnyel kapcsolatban a megélés? Voltak-e olyan um, emeletek, amik között olyan igazán Márkáns volt a különbség. Mm. Én azt éltem meg a veletek való együtt, együtt menetelés során, amikor ezen az úton mentünk, hogy, hogy mindegyik emelethez nálunk legyen az a, a hotelosztály, ahol már Zsófi ugye egész napben tudott lenni Ágostonnál, nevezzük meg azt egy gyönyörű szép picúrt is, hogy mindegyik emeleten valahogy mindig a jót igyekeztetek meglátni. Erről egy kicsit, hogyha mesélnél nekem, hogy hogy, hogy is van ez egy szülőfejében, hogy, hogy hogy van az intézmény, az orvoshoz kötő Ődünk. Mi a vélemény az, a, az egészről, uh -huh. hogyan lehet az egészen belüle részeket jól elkülöníteni, hogy van ez? Most akkor elsősorban, <laughs> ugye magánemberként, vagy legalábbis nem szakértőként igen, igen, igen. válaszolva erre a kérdésre, Nekünk a nagy ö, rácsodálkozásunk az igazából ö, az első az az volt már, amikor látogatóba is érkeztünk, ö, hogy ö, hát. Sajnos, mint ahogy mindenkinek azért vannak bőven tapasztalataink az egészségügyjel, és annak az állapotáról, amiről most itt nyilván felesleges beszélnünk, mert ezt nem mi fogjuk megoldani, és hogy ehhez képest mennyire kontrasztos agokvi, hogy ö, már alapból az a, az a felállás, hogy mi be, elmehettünk beszélgetni a sebészünkkel. Elmehettünk beszélgetni az altató főorvossal, hogy fogadtál minket, körbevezettél, bemutattál ezeknek az embereknek a technológiai felszereltség, a tisztasága magának a, a, az épületnek. Az, az egészen meglepő volt. Tehát, hogy, hogy ezt, amikor kérdezték tőlem, hogy milyen, akkor, akkor azt mondtam, hogy hát, az ez Európa. Tehát, hogy ez Európa. És aztán persze nyilván, amikor már hosszabb időt töltött az ember, akkor azért látja még így a, a, a szép örökségünket, így a szocialista időszakból, a jó lesz az úgy című még utolsó repedéseket. De nekem egyértelműen az volt a megérzésem, ami egyébként nagyon sok vállalat és szervezet esetében a megélésem, hogy amilyen a felső vezető, az úgy szépen lecsurog a legalsóbb szintekig is. És ez vonatkozik arra, hogyha mondjuk rossz az a vezető, akkor előbb-utóbb az egész szervezet rossz lesz. Viszont hogyha jó, és azt gondolom, hogy itt abszolút ez a szituáció van, akkor az, 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 az beeszi magát mindenhova, és egy egy idő után átalakul, átalakul a kultúra, átalakul a működés, és ezt látom, hogy ez még nem egy végbement folyamat, mert még bőven van fejlődési lehetőség több ponton, de hogy, hogy, az, hogy az nagyon látszik, hogy ez, a, ez az ilyen családközpontú gyógyítás, ez hogyan van jelen, nem csak, nem csak, szavakban, hanem ténylegesen tettekben és működésben is. Az, hogy a profizmus, hogy hogyan vannak átgondolva az egyes folyamatok. Hogy nyilván van egy adott költségvetés, amiből dolgozni lehet, egy adott emberállomány, amiből dolgozni lehet, az, ahogy lehet, abból, hogy lehet a legjobbat kihozni. Tehát ez a fajta megközelítése szerintem ez, ez kihat anélkül is, hogy bármilyen fajta mélyebb tudása lenne az embernek erről az intézményről. Maguk a szintek, nem tudom, hogy korábban volt-e róla szó, de hogy alapvetően úgy néznek ki, hogy van egy beérkező szint, ami egyben intenzívként is funkcionál, ez a harmadik, ahol a hirtelen dolgok történnek általában, Pont, tehát senni. hogyha valakivel nagy baj van, akkor ő odaérkezik, hogyha valaki már mint kintről, ha házon belül nagy baj van, akkor is lehet, hogy oda kerül. Emiatt azért ott van egy ilyen sajátos üteme ennek, a, ennek az emeletnek. És tehát mi ide érkeztünk egyrészt az első éjszaka, a Sotéről a születés után, ahonnan aztán visszavitték a picre az ágostont, és akkor vele lehettünk ott egy hétig napi 24 órába, ami viszonyatosan nagy segítség volt, és, és csodálatos időszak volt, hogy, <laughs> hogy ott lehettünk, és utána pedig, amikor erre a tervezett műtétre uh, kerültünk vissza, akkor megint voltunk egy picikét a harmadikon és utána az operáció után pedig a posztoperatív szint, a negyedik szint oda került az ágoston, és itt ezen a szinten, ezen egy ilyen nagyon szigorú látogatási szabályzat van, ö, nyilván azért, hogy védjék a gyerekeket, és ö, nem csak baktériumok és vírusok szempontjából, hanem minden más szempontból is, hogy pihenésre van szükség, ápolásra kell idő, stb. stb. De ez volt az az emelet, ahol akárhányszor bementünk látogatni, teljesen természetes volt, hogy az éppen ügyelő orvos az oda jön hozzánk egy idő után, nem, nem sok idő után, elmondja, hogy mi történt a legutóbbi látogatásunk óta, mi a helyzet a különböző frontokon a kezelésben, miben gyógyszerben, miben csökkentettek, miben növeltek, mit tapasztaltak, stb. 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 És kapunk egy nagyon szép ilyen összképet magáról a gyógyulási folyamatról, és esetleg, hogyha van specializált ö, témakör, tehát mondjuk altatásban van, és abban azon változtatnak, akkor oda jön az orvos is, és ő is elmondja a saját részét. És ez valami egészen döbbenetes volt számunkra, hogy, ö, hogy, hogy, ezt az információt megkapjuk, és nem úgy, hogy ki kell húzni harapofogóval, hanem teljesen természetességgel. És azt láttam, hogy, ö, hogy nagyon törekedtek arra itt az orvosok, hogy a szakzsargon helyett érthetően fogalmazzanak. Nyilván mi azért nagyon szerencsések vagyunk például ebből a szempontból is, hogy tudtunk olyan helyre menni, ahol olyan genetikai vizsgálat volt, ahol ezt megmutatták. Budapestiek vagyunk, azért viszonylag jól kommunikálunk, fel tudtuk venni a kapcsolatot a, a kórházzal, megértjük azért nagyjából azt, amit mondanak nekünk, nem zavarodunk össze attól, hogy latin kifejezések vannak, mondjuk egy mondatban. Azért Azért az egészségügy szerintem az, az, az tipikusan az a hely, ahol olyan emberekkel találkozunk és vagyunk körülvéve, akik egészen máshonnan érkeznek, mint mi, és ráadásul ugyanabban a lövészárokban találjuk magunkat. Tehát, hogy tőlünk jobbra a jogászok, meg a könyvkiadó, tőlünk balra pedig a nyírségből a hatáltalanost végzett család. És ugyanazért vagyunk ott, és ugyanúgy izgulunk a saját gyerekünkért, és a másikért is teljes szívből, és teljes szívből örülünk, hogyha jó hírt kap a másik. Ezeknek az orvosoknak pedig természetességgel jön az, hogy tudjanak szólni a nyírségből érkezettekhez is, és ne csak összezavarják őket a nehéz megfogalmazásokkal, hanem tényleg próbálják meg átadni azt az információt, amit ők át akarnak adni. Úgyhogy ez a negyedik szín. Most itt nem tudom, hogy térjünk-e ki egyébként a, a, a problémás részekre, csak, vagy csak az összbehatásra. Talán inkább majd, uh, ahogyan, ahogyan ezt a választ hallgatom, uh, ha nem lennék is, és nem, nem, nem húzna magam felé a kezem, akkor is nagyon jól érezném magam, és nagyon szeretnék ebben a kórházban dolgozni, és itt ejtálni. Tehát uh, tulajdonképpen, ha jól értem, akkor ti az intézménybe kerülés előtt a magzati szívultrahangot végző orvoson kívül még nem tartoztatok gondozó orvoshoz, hanem a Gokihoz, mint intézményhez. Igen, pontosan. És amiket válaszolsz, így hát a Goki intézményének a, a megélése, a gyermekszívközpont hangulata az, amit szülőként ott ezekben a kezdeti időkben átéltetek, felvettetek. Abszolút, igen, igen, igen. És ezt így szülőként így válaszolod, akkor biztos nagyon büszke lenne az én főnököm, ugye akit ma már név nélkül ugyan de emlegettünk, hiszen hogyha a, a igazamondás, hogy fejétől bűzlik a hal, akkor biztos az is, hogy fejétől illatozik a hal, mert, mert hogy én is ezt élem meg ott nálunk, hogy, hogy valahogy a gyermekszívközponthoz tartozni, esetleg a, majd később beszélünk a Szívkör ami ugye szintén a gyermekszívközponthoz tartozik, és az odatartozó szülőket fogja össze. Tehát ehhez az intézményhez tartozni a te válaszodból egy nagyon megnyugtató dolog lehet, érintett szülőként. Lehet, hogy most kéne megkérdezzünk téged arról, hogy mi is az a kommunikáció? szakember, és a kommunikációs szakember ezt az egészségügyi intézményt, hogy látja? Hát a kommunikációs szakember az, az ilyen legszűkebben vett formájában, mert azért eléggé kiterjesztetten szeretik használni így akár szakmán belül is. Az én értelmezésemben az elsősorban a public relations-el foglalkozó szakembereket jelöli, akik ténylegesen azért felelnek, hogy vállalatok, márkák, szervezetek és azoknak a közönsége között, ami lehet egy ilyen szélesen vett közönség is, mondjuk, mint fogyasztók, de lehet olyan is, mint mondjuk szakmai döntéshozók, politikai döntéshozók. Tehát bárki, gyakorlatilag, akivel kommunikálni szeretnének, ezt a kommunikációt segítik az összes elképzelhető formában. És akkor ez lehet uh, sajtókommunikáció, lehet közösségi médiakommunikáció, uh, lehet informális valamilyen fajta információcsere. És itt nem csak a formátum, meg a mit mondunk, hanem a miért mondjuk uh -huh. is benne van, és nagyon fontosnak tartom, ami nálunk például a mi ügynökségünknél egy nagyon fontos elem, hogy az egy, -egy, egy oldalú párbeszéd legyen, hanem oda-visszahasson. Tehát igenis meghallani azokat a külső hangokat, amiket lehet, hogy egy vállalatvezető mondjuk, egy vállalati döntéshozó nem feltétlenül hallana meg, nem látná kívülről az ő szervezetüket, és ezt mi nyilván szűrten, meg átgondolva, de ez alapján is javaslatot kell tennünk arra, hogy hogyan érdemes esetleg a működésen, a termékeken változtatni, kommunikációs csatornákon faragni egy kicsit. Úgyhogy gyakorlatilag ez a, ez a mi feladatunk, tehát hogy ezek a szervezetek, ezek legyenek szimpatikusabbak, uh -huh. jófejebbek azok irányába. Úgy akik örülök, irányába hogy jobban kimondod. Igen, igen. És, fontos, és igen. ez nagyon fontos, hogy ez ne arról szóljon csak, hogy aranyosabban kommunikálunk, uh -huh. vagy úgy teszünk, mintha, hanem ténylegesen tegyünk is. Uh -huh. És akkor ez lehet egyébként egy ügyfélszolgálati kérdés is, de lehet ugyanúgy egy termékfejlesztési vagy egy működési kérdés is. Tehát, hogyha egy belső vezetőnek arról kell döntenie, hogy ő most arra fog koncentrálni, hogy fenntarthatóbb legyen a működésük, vagy valami más pakba akarja pénzt tenni, és mi azt látjuk, hogy az az igény, hogy fenntartható legyen annak a gyárnak a működése, akkor mi igenis abba az irányba próbáljuk tolni, hogy, hogy, ez, hogy, hogy az az legyen a fókusz. Úgyhogy ez a, ez a mi feladatunk, nem akarom túldimensionálni, hogy a, nekünk lenne köszönhető az, hogy nem tudom energiatakarékosabban működik valaki, de az biztos, hogy próbáljuk segíteni őket abba, hogy azok legyenek. Úgyhogy, úgyhogy ez a kommunikációs ö, szakember tanácsadó ikő, témakör vagy, vagy ö, szakma, amit én képviselek. És hogy így csak azért szeretnék közbevágni, mert hogy uh -huh. itt van egy ilyen nagyon egyszerűnek és egy, egyben bonyolultnak tűnő mondat, tehát hogy minden olyan része, amit elmondasz, az, az akár lehet igen jó pofa, és aranyos, és így arra buzdító, hogy, hogy, hogy nem tudom, mondjuk egy kórháznak a Facebook oldalán legyen minden nap egy pozitív üzenet. Uh -huh. eh, ahogy én a, ide kerültem a kórházba, és így egyre inkább láttam, hogy mennyi minden tartozik a kommunikáció szakterületébe, amiket ugye most fel felsoroltál, annál inkább bizt számomra, hogy ez tényleg egy önálló szakma, és hogy egy önálló ö, olyan terület, aminek bizony képviselői kell, hogy legyenek uh -huh. akár egy egészségügyi intézményen belül is, és most mi el vagyunk most már kényeztetve Erdélyi a kommunikációs igazgatónk jelenlétével, és egészen más is ennek a, a megélése, hogy, hogy biztonságban vagyunk, tehát hogyha egy dolgozónak van nálunk egy ötlete, bármiféle uh -huh. kommunikáción belüli, Területen, tehát például nekem a pszichológián belül, akkor, akkor a kommunikációs szakember azt úgy hallja meg, hogy, hogy, hogy hogyan kivitelezhető mindaz, amit az adott szakterület nem tudom én felkiáltójátett mellé, hogy a megjelenésben tegyünk ki minél megnyugtatóbb és minél több zöldet mondjuk a kórház falaira, és akkor ő azt tudja nekem válaszolni, hogy igen, értem, hogy a pszichológia és a kommunikáció így összeér, és ezután a betegellátásnak hasznos lenne, de. És akkor elkezdi sorolni azokat az akadályokat, amik akár mondjuk egy egészségügyi intézményen belül azok, azokká válhatnak, akadályá válhatnak. És ahogyan ezt a, ezt a választ most mondtad, és hogy mennyi minden területnek kell együttműködnie, összehangolódnia, és egyáltalán egy ö, csoporthoz tartoznia, úgy, úgy rögtön adódik a kérdés, hogy szerinted akkor az intézményben, és, és tudom, mm -hmm. igen, ezzel akartad folytatni, csak hogy hogy látod, hogy mennyire nehéz dolog -e ez akár egy egészségügyi intézményen belül is. Nem tudjuk például kata állandó jelenlétéig nehéz volt azért ezt mindig egy folyamatos kézben uh -huh. tartani, tehát hogy nem tudtuk sokszor, nem tudjuk sokszor, hogy mi az, ami a, a mi szakmánkból kommunikáció, és mi az, amivel hozzá kell fordulnunk, uh -huh. mi az, amivel nem, milyen célokat kell megfogalmaznunk, nekünk kell -e megfogalmazni ezeket a célokat, szóval ez szerinted hogy van egy egészségügyön belül? Hát az egészségügy az abból a szempontból, tud egy ilyen problémás témakör lenni, hogy nagyon hierarchikus, nagyon szabályozott, ami gyógyítás szempontjából azt gondolom, hogy elengedhetetlen. Uh, minden, azokból a szempontokból, amikről most mi beszélünk, abban pedig egy, egy jelentős ilyen fékező tényező. Uh, én nagyon hiszek a stratégiában, a kommunikációs stratégiában. Uh, tehát az, hogy Facebook posztot tegyünk ki, az az, a, az a utolsó pontja egy nagyon-nagyon hosszú folyamatnak. Uh, így alapvetően amit én vizsgálni szoktam, az elsősorban például a céljai egy szervezetnek. Tehát, hogy vannak üzleti céljai, vannak marketing, kommunikációs és kommunikációs céljai, és ezeket mind értenem kell, hát nyilván az utolsó verzióban meg én is határozom meg részben őket, ahhoz, hogy, hogy kialakuljon egyrészt egy célcsoport is a fejemben, járuljon hozzá egy üzenetrendszer, és, és utána kezdjek el abban gondolkozni, hogy mondjuk a, tehát, hogy ezeket a célokat hogyan tudom elérni. Mondjuk, hogyha az én esetemet veszem, hogyha mondjuk én vagyok a célcsoportja valamilyen kommunikációban a kórházban, akkor nekem azt érdemes lemodellezni, hogy ti mi az az információ, amit el akartok nekem juttatni, a lehető leghatékonyabban, úgyhogy én meg is értsem, és hogy én milyen információt várok el ezzel szemben és akkor én, hogyha a célcsoportotok vagyok, mint ide érkező paciens, akkor, akkor ugyanúgy a célcsoportotok a nyírségből érkező határtalánost végzett az egész családdal felvonuló is, akik esetleg máshogy értik meg, amiket mondatok, nem annyira mélyen képesek belemenni bizonyos témákba. Ugye mindannyian benne vagyunk szerintem a világ legrosszabb szituációjában, tehát ennél rosszabbat tényleg nem tudok elképzelni, mint amikor a, az ember gyerekének az élete forog kockán, tehát ennél nincsen rosszabb. Tehát értelemszerűen erre mindenki máshogy reagál, és akkor ebben meg már megint nem a műveltség és a szövegértés az, ami, ami mondjuk befolyásolja. Tehát ott van egy rendkívül összetett, nagyon divers célcsoport, ott van rengeteg információ, amit el kellene mondani, ami minden egyes esetben változik, hiszen más történik magával a gyerekkel, más behavatkozások máshogy reagálnak rá, és többi, és többi, tehát iszonyatosan nehéz. És akkor, és akkor innentől kezdve meg lehet húzni azokat a határokat, ami viszont mindenkire vonatkozik, tehát a, amit mindenkinek érdemes értenie, és azt egészen addig tisztítani, ameddig tényleg mindenki számára érthetővé válik. Például ez, a, ez az ilyen divers célcsoport, és ezzel hogyan kommunikálunk. Eddig egy szintről beszéltünk a kórházban, a negyedikről, ami rám a legjobb benyomást tette ebből a ö, szempontból, ebből a kommunikációs szempontból. Itt például, amikor azt mondják, hogy menj fel a negyedikre, és ott a folyosón várakozzál, akkor kirépsz a Lift van egy folyosó és a folyosó végén van, illetve a folyosónak az oldalában van egy üvegajtó, amire ki van írva, hogy belépés csak pont-pont-pont, nem emlékszem, és innentől kezdve azért az vagy tapasztalaton, vagy pedig mentalitáson múlik, hogy úgy értelmezett, hogy akkor neked ezen az ajtón kívül, vagy azon az ajtón belül kell várakoznod. És sokan csak kívül mernek várakozni, miközben ben kellene, és a nővérek ott keresik őket. Úgyhogy többször fordult elő, hogy a nővérek keresték az X családot. X család nincs ott a folyosón, akkor a nővér visszament ö, bentre, és mi pedig kimentünk a lift terén megnézni, hogy vajon ott várakozik-e X család. És háromból kettőszor ott várakozott szegény X család például, vagy a beöltözés hogyan megy, a látogatási idő hogyan megy. Nagyon későn és tényleg csak ilyen egymástól hallott információkból tudtuk meg azt, hogy az, hogy a fél tízes látogatási idő, az nem azért kezdődik fél tizenegykor csak el, mert éppen életet mentenek bent, és valamelyik babával nagyon nagy baj van, hanem mondjuk azért kezdődik akkor, mert mert az operáció után valaki oda került le. Vagy mert összegyűlnek a orvosok és beszélnek róla. Mivel a nővérek nem adhatnak semmilyen fajta információt, ez egy szabály, amit abszolút értek arról az oldalról, ami, ami, a működési oldal, hiszen nagyon a kommunikációnak azért nagyon fontos eleme, hogy ki nyilatkozhat és miről nyilatkozhat, hiszen nem, hallgat, nem hangozhatnak el valótlanságok vagy félreértések. Úgyhogy ezzel az részen teljesen egyetértek. De az, hogy 9-kor, ha 9.30-kor kezdődik a látogatási idő, és 9.30-kor nem jön ki valaki, és mondja azt, hogy emberek, minden rendben van, majd be fogjuk önöket engedni, éppen ez történik. Vagy még csak meg, meg, se, meg se, kell magyarázni azt, hogy, hogy, éppen mi történik. Az egy óra halál közeli élménytől menti meg a szülőket, akik kínvárakoznak, és minden egyes hangot próbálnak hallgatózni az ajtón keresztül, hogy akkor most vajon összeomlott-e a, nem tudom, a keringése az egyik gyereknek, enyémről van ez szó, másikéről van ez szó, és a többi, és a többi. Tehát itt ilyen borzalmas forgatókönyvek futnak az emberek fejében. És tehát például előfordult, hogy három órán keresztül nem kaptunk ott kín információt várakozva, tehát, hogy, hogy ez például tipikusan az, hogy Nyilván, amikor arról kell döntenie valakinek, hogy bent a szakmai munkát végezzük-e, vagy informáljuk ki a családokat, akkor nyilván automatikusan azt mondja, hogy a szakmai munka az első számú prioritás, és utána a kommunikáció. De hogyha mondjuk azt mérlegelem, hogy ez egy kétperces energiabefektetés, akkor viszont lehet, hogy javasolnám, hogy, hogy ezt mondjuk standard emelni. Mm -hmm. Azt a részt, hogy, hogy mondjuk a szülőknek, hogy most akkor éppen történik valami, nem kell aggódni, jelezni fogunk, stb. És ugyanez a kiírásban, tehát a különböző információs tábláknál én alapvetően azt tapasztaltam, hogy minden szinten nagyon sok típusú információ van ki. Nyilván ennek egy része törvényi kötelezettség néhány mondjuk egy kicsit félrecsúszott információforrás, tehát a negyediken, a harmadiknak a látogatási ideje van. Mert szóval hogy ilyen, ilyenek így előfordultak, most lehet, hogy nem Kon nem jó példát mondok, de hogy voltak ilyen, ilyen furcsaságok. Én azt gondolom, hogy az, hogy hogyan működik maga a szint, hogy mikre lehet számítani, ezt nagyon érthető módon, nagyon egyszerűen és nagyon látványosan megkülönböztetve, ezt minden szintre érdemes lenne kirakni. Tehát hogyan alakul a látogatási idő, hogyan megy a beöltözés, milyen szabályok vonatkoznak tényleg a, a benti látogatásra. Nekem az első információm arról, hogy nővér nem adhat információt, az az, az volt, hogy de hát apuka tudja, hogy egy nővér nem adhat információt, mondta nekem a nővér, amire mondtam, hogy igen, persze, most már igen, tehát most már tudom, tehát hogy maga beérkezi, és ez nem egy stresszes szituációban, tehát egy stresszes szituációban még akár mondhatták volna is, és ugyanúgy nem értem meg, tehát hogy ez, ez a fajta ilyen, tehát onnan indulunk, hogy ki a célközönségünk, mennyire divers mit ért meg, és azt hogyan tudjuk a leghatékonyabban átadni neki. Tehát, hogy mi annak a helye, az időzítése, a megfelelő módja, mi a megfelelő szövegezés, ne túl sok, ne túl kevés információ, illetve lehetőség legyen arra, hogyha neki több infóra van szüksége, akkor azt a lehető legautomatizáltabb módon meg tudja tenni. Tehát mondjuk kiírom a legalapvetőbb szabályokat, a legalapvetőbb információkat, amiket ismernie kell, például az, hogy 9.30-kor nem kezdődött el a látogatás, az nem azt jelenti, hogy baj van, mm. hanem azt jelenti, hogy éppen bármi történhet és, és mondjuk, hogyha ki akartjuk fejteni, hogy ezek mik lehetnek, akkor nyugodtan lehet ott egy link mellette, ami oda vezet. És akkor aki megelégszik ezzel az információval, az megelégedett ezzel az információval, megnyugodott, nem kellett elolvasni oldalakat. Aki viszont azt mondja, hogy ő mindenféleképpen akarja tudni, hogy Úristen mit történhet benne, az elmegy egy olyan erre dedikált oldalra, ahol el tudja olvasni, hogy ez gyakorlatilag bármit lehet, jelenthet. Ez lehet, hogy fertőtlenítenek egy eszközt, ez lehet, hogy leérkezett valaki az operatív, operációs szintről, vagy felérkezett. A... Most ez hirtelen nem vagyok biztos benne, azt hiszem, talán feljebb vannak, a... mert egy belső lift van, tehát ezeket Igen. nem látjuk, ugye? Tehát, hogy hogy ez a fajta gondolkodásmód szerintem, ami, öm, ami, ami, ami talán segíthet, vagy javíthat, ö, így magának az intézménynek a működésében, és ez egyértelműen látszik, hogy miért alakult így, tehát ez úgy alakult, hogy a működés a legfontosabb, az életmentés, a gyógyítás a legfontosabb, és az nagyon át van gondolva, az a menet. És minél jobban ért valaki ahhoz, ahogy történnek ezek a dolgok, minél jobb szakember abban, amit csinál, annál nehezebben tud áthelyezkedni annak a fejére, aki viszont kívülálló, és csak kívülről szeretné ezt megérteni. És talán ebben, ebben a részben lenne fontos egy ilyen kapocs ami, ami feljel átgondolni. Ezt egyébként ilyen a szakmánkban user experience-nek nevezik. Van rá valami nagyon jó magyar kifejezés is, amit mindig elfelejtek. De ez igazából ez például alkalmazások, mobilos alkalmazások esetében egy idő után eljutottak arra, így a fejlesztő cégek, hogyha, hogyha van egy alkalmazás, amit arra kell használni, hogy nem tudom, A-ból eljutok B-be és amikor a ezer felhasználóm közül 800 ír, hogy hé, elakadtam az A-ból B-be való elmenésnél, akkor lehet, hogy nem az összes felhasználó a hülye, hanem meg kéne nézni, hogy mi az a folyamat, amiben ők elakadnak, és friss feljel, hogyan kéne újra gondolni azt az alkalmazást, hogy ez működjön. És akkor ez innentől kezdve kiterjeszthető gyakorlatilag bármire. Ügyfélszolgálati munkára, befizetés, gyakorlatilag bármi, bármilyen szervezetről van szó, hogyha azt nézzük meg, hogy valaki ide beesik, teljesen külsős, ismeret, ismeretlen fejjel, az mit tapasztal, és hogyan segítjük őt az ő útján. És minél több mindent automatizálunk ebből, annál kevesebb energiát kell befektetnünk arra, hogy de hát tudja apuka, hogy nem <laughs> adhatok információt, de hát a... a, a, a büfé az a, a földszinten van, és a, a, de hát a behívás az nem sorszám szerint <laughs> szóval, hogy az összes ilyen, amit így az egészségügyben egyébként így tapasztalunk, hogy ezek mind automatizálható folyamatok, amik mind leveszik azt a felesleges egyébként információ megosztási kényszert az ott dolgozókról, akik meg a, úgy érzékelik, hogy de hát én ezt ma már századszorra mondom el, csak valószínűleg a kilencvenedik embernek. Tehát, hogy, hogy egészen más ugye ez a fajta megélés. Ettől függetlenül azért azt hangsúlyoznom kell, hogy itt, itt nagy többségében ilyen pozitív hozzáállású, empatikus emberekkel találkoztunk. az orvosokkal szokott ugye kapcsolatban elhangzani az, hogy az empatikus készségüket azt ki kell írtaniuk magukból azért, hogy ugye épésszel túléljék azt, hogy tehát úristen egy gyereknek a szívét műteni. Tehát, hogy Igen, ez nincsen, ennél nincsen, nincsen feljebb ezen a világon és hogy mégis megmaradtak emberinek, tehát hogy mégis látszik rajtuk, hogy velünk vannak, hogy szurkolnak, hogy együtt éreznek, nyilván azon a szinten, ahol úgy tudsz együtt érezni, hogy nekünk ez egy one and only alkalom, <laughs> neki meg mondjuk a harmadik, negyedik, csak aznap, de mégis látszik, hogy hogy, 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 képesek megérteni azt, amin, amin átmennek ott a szülők, úgyhogy, úgy, ezért mi nagyon hálásak vagyunk. Nyilván vannak ilyen olyan kivételek mindenhol, akik egy kicsit kevésbé nővérek között, vagy személyzet között, de, de hát ugye mindenkiből máshoz ki egy ilyen szituáció. És ez nagyon fontos része pont ennek a, a, az egész m, informálásnak. M, ami, amit most elmondtál, nekem az egészségértés szó jut róla eszembe, hogy egy kórházban talán ez, ez a szó az, ami összefoglalja ezt a sok minden kommunikációs javaslatot, vagy m, m, jól beváló praktikát, m, egészen attól kezdve, hogy kevés dolog legyen kiírva, de mondjuk egy QR kóddal meg lehessen keresni azt, hogy hogy hol van erről ugye részletesebb dolog, és hogy pont ez volt a, a, a mi megismerkedésünkben egy ilyen nagyon szerencsés kapocs, ami, ami az én fejemben, vagy az én pszichológiámban, amit én tapasztaltam, azt nagyon jól támogatta meg az a tudás, amit most itt ugye megosztottál a, a hallgatósággal is, és ennek köszönhető például, hogy a szülői információs mappa, amiről szintén volt ma már szó, az, annak a megjelenítésének, a kommunikációja is azért a Lennert családot, vagy Ágoston te egy kicsit más uh, formát öltött, mert hogy akkor adtad nekem azt a javaslatot, hogy mindenről akár szórólapokat is Igen. lehetne minden egyes um, emeletnek a bejáratához kitenni, úgyhogy jelentem, azt már megcsináltuk, és ne, hogy nagyon, hát, de, nem. de, Fajon. és hogy a, a, az összes programról uh, ez az, amit um, ugye és ettől külön szakma, ez az, amit nekem nagyon-nagyon nehéz um, jól csinálnom, vagy könnyen megértenem, hogy azt, um, azt tapasztalom, ahogyan ugye te is elmondtad, hogy van az a szülő, aki minden egyes folyamatban el akar merülni, azt is szeretné tudni, hogy mi hogyan fog kinézni, hány órakor fog történni. És van, aki egyszerűen, ami döbbenetes, de hogy én magam is ehhez a csoporthoz tartoztam, akinek így annyi a fontos, legalábbis a beavatkozásról, hogy meg kell csinálni, amikor azt fogják mondani, hogy vége, akkor, akkor vége a szorongásnak is, és akkor utána lábadozni kell, de utána haza lehet menni. És hogy nagyon nehéz dolog ez, is számtalan, előadás témája, ez továbbképzések témája, hogy mennyire bonyolultá válik ez a képlet, hogyha mi, hogyha én is szülőként gondolok éppen magamra, mi ott a krízisben akárhogy is reagálhatunk, uh -huh. és hogy akár milyen mélyen is lehetünk, és akár mennyire meglephetjük még magunkat is, azt elvárásként az orvos azonnal, és hogy tényleg sokszor azonnal olvassa, lássa, miben vagyunk, mi az, ami tud most segíteni, rövid mondatot mondjon, vagy mondta, hosszú tájékoztatást, Hívja fel a figyelmet, és ezek azok a dolgok, amikben egyedül egy ilyen ilyenfajta szaktudás nélkül, mint ami mondjuk ezzel kapcsolatban a te fejedben van, nagyon nehéz elboldogulni, és én ezért szerettelek volna nagyon meghívni ide, mert hogy egy-egy hogy mondat jutott nekünk azért csupán a kórház én, ami egy kicsit úgy kötetlenebb, vagy már stresszmentesebb, mint amikor ugye megismerkedtünk, és én abból az egy-egy mondatból már nagyon-nagyon sokat profitál meg is csináltam, és hogy amit mindenképpen el akartam mondani, hogy jó, valóban jó a visszajelzés, és valóban sokkal könnyebben eljutnak a szülők, akár a szülői információs mappáig, és ami nekem egy ilyen nagyon különös és nagyon szívmelengető tapasztalat, hogy ez bizony valóban az orvosoknak is segít. Annak ellenére, hogy nem az ő dolguk kiosztani a mappát, nem az ő dolguk felhívni a létezésére a szülő figyelmét. Mégis, hogyha az a mappának a kisebb szórólapja ott van, és felhívja a figyelmet, akkor az orvos egy idő után megéli, hogy kevesebb kérdéssel, kevesebb, nagyon idézőjelbe tett, felesleges kérdéssel találkozik, mert jó jobban vannak beosztva a szerepek, jobban vannak körülhatárolva azok a dolgok, ami... ami tehát, hogy ki ez, mivel tudunk fordulni a kérdésünkkel, melyik um, orvost, egyáltalán orvost keressünk e Igen. meg. Ennek csodálatos példája a hotelosztályokon a mosdókulcs, nagyon nagy hatalma van a mosdókulcsnak. Ki van rakva, ki van írva, hogy ez a mosdókulcs. Mégis a szülő ebben a krízisben, illetőleg abban, hogy oké, okay, ki van írva, hogy mosdókulcs, de az nem volt egy ideig írva, hogy bátran vedd el, és találd fel magad, igen. és elveheted. Mert egy kórházban igenis kérdés, hogy elveheted-e. Annyira mm, fontos dolog volt ez, hogy az orvosnak a munkáját, amikor én kiírtam a facebook csoportra, hogy, hogy, hogy bizony, igen, a mosdókulcs az elvehető, és hogy szabadon garázdálkodhattok igen. vele, az, az igenis megkönnyíti a munkáját, mert amikor a záró, zárójelentés megírásának a közepén nem kell igen. megmutatnia kilépni, Egyrészt ő is nyugodtabb maradt, hatékonyabban tudja végezni a munkáját, és a szülő is, aki végre hazamehet, hamarabb jut Igen. az áró jelentéséhez. És nagyon érdekes dolog, hogy, hogy én azt gondoltam, hogy a ti. Um, nehézségeitekről vagy tapasztalataitokról nagyon sokat tudok, de például ez egy nagyon új információ volt. Én most a négy év alatt először tőled hallok erről, hogy a negyedik emeleten az az ajtó, az, az bizony egy elválasztó is lehet, és abban a pillanatban eszembe jutott a saját élményem, amikor a, mi ugyanezt az ötödik emeleten éltük, meg csak pont fordítva, hogy, hogy ott volt egy ajtó, de hát ki tudja, hogy most benyithatunk-e vagy nem, és egyszer csak benyitottunk, és akkor ott már hmm. ma már tudom, hogy nem a műtőket láttuk, hanem az oda vezető folyosót, de ugye azt hittük, hogy úristen, nagyon nagy galibát uh -huh. csináltunk, uh -huh. mert bejut, bejutottunk igen egy olyan helyre, ahol, ahol a szülőnek nincsen helye. És, és ezért nagyon fontos szerintem ezekről a dolgokról beszélni, még úgy is, hogyha az ember érzi, hogy jó, most akkor remélem, hogy ezt jól fogalmaztam meg, és hogy jól érti-e az, aki majd meghallja, és én is nagyon remélem, hogy jól érti majd az, aki meghallja, de hogy, hogy ezekről beszélni kell, és ki kell mondani, mert ezek azok a dolgok, amik növelhetik az egészségértést, ami, 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 arra mutat, hogy, hogy, hogy bizony ezen az egy célcsoporton belül nagyon sokféle mm, Embernek kell megfelelnünk, Igen. és emberkez, emberhez kell eljutnunk. Um, most azért sok minden dologról szó volt, hogy Igen. konkrétan mit lehet, de van-e még olyan, amit esetleg te tudnál -e nekünk javasolni? Konkrétumok. Konkrétumok például... konkrét <laughs> akár, de hogy, hogyha ebben a konkrétumban felsoroltad <laughs> volna a szívkör egyesületet, vagy általában Aha. véve a beteg egyesületet, akkor, akkor az, az a kommunikációban szerinted ez egy jó közeg, vagy az éppen másra használnak? Hátos, milyen célt illik egy ilyen egyesület mögött megfogalmazni? Nagyon sok gondolat kering most a fejemben. A, a, az első, érzés. igen, igen. A, a legpraktikusabb, legegyszerűbben megválaszolható az például a mosdókúcs kérdése, hogy azért normál esetben egy egészséges környezetben soha nincs annyira kiszolgáltat vagy felnőtt ember, mint amennyire egy egészségügyi intézményben. Ö, és főleg ugye, hogy a gyerekéről van szó, még nagyobb a tét, mint hogyha csak a saját életéről, ah, vagy mondta, a saját egészségéről a helyzet, van szó. Van. És azért erre bizonyos szinten azért az intézmény is, vagy az intézmény képviselőre azért rájátszanak. Tehát, hogy az, tehát ott azért ez az ügyfélszolgálati mentalitás, ugye az ügyfélnek mindig igaza van, azért ez nem fedezhető föl, azért ez fogalmazom. És én nem is tartanám egészségesnek, hogy felfedezhető legyen, de azért vannak túlkapások. És igenis, vannak olyan, tehát egy, egy kicsit is introvertált a visszahúzódó embernek, az egy szorongás, hogy akkor ő Én most nem. merje azt a kulcsot levenni, vagy egyáltalán megkérdezni, hogy az, hogy hogy mosdó az azt jelenti, hogy személyzeti mosdó, és akkor leveszik a fejemet, és, és gyűlölni fognak érte, hogy hogy elvettem, vagy az, az a látogatói mosdó, de a látogató az az, aki hozzám jön, vagy én, aki ott ben tehát ez ilyen nagyon egyszerű ilyen, ilyen dolkon, és ezt, tehát, hogy, hogy ez, ez alapból így működik, és egy krízis helyzetben meg még inkább így működik, tehát akkor nem hozunk racionális döntéseket, és nem racionálisak feltétlenül a félelmeink és a krízis kommunikációnál egyébként ez egy rendkívül fontos ö, szempont, hogy ezt egyrészt figyelembe vegyük, ö, másrészt pedig az információ tőlünk származzon. És a megfelelő mennyiségű információ, amiről eddig például beszéltünk, hogy az orvos mennyit mondjon, vagy mi legyen kiírva, az nagyon fontos, hogy irányított legyen az a fajta információszerzés, ami ezt követi. Tehát, hogyha azt mondja az orvos, hogy szükség volt most a XY nevű gépnek a bevetésére, ez egyébként azt csinálja, hogy akkor kétfajta szülő létezik. Az egyik, aki azt mondja, hogy oké, okay, akkor most XY gépen van, vagy már a nevét is elfelejti. A másik, aki pedig kimegy, és rákeres arra, hogy XY gép. És hogyha a gokvinak ott van az oldalán, hogy ezt csinálja az xx gép, Erre használjuk, ezért fontos. Ezek a mellékhatásai, de ez az, az iszonyatos előnye van, akkor irányítottan megadtuk azt a fajta információt, ami szükséges. Ha nem ott találja meg ezt az infót, hanem a gyakori kérdések.hu-n találja meg azt az infót, akkor elindul egy olyan fajta lavina, vagy csak a lelkében, vagy pedig magában a kommunikációban, ami teljesen feleslegesen zabálja az energiaforrásokat, mert hülyeséget olvasott, ő bepörgette magát rajta, rosszul aludt miatta, másnap már idegesen jön vissza, és a többi, és a többi. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy jól legyen, patika mérlegem kiegyensúlyozom, hogy mennyi információt kap valaki, de mindig legyen meg az esélye annak, hogy megfelelő forrásból, megfelelő mélységben el tud benne mélyülni, hogyha szeretne. Szerintem ez talán a jó mix. És szerintem ez egy tök fontos pontja annak, hogy a pszichológia és a kommunikáció hol foghat kezet egymással. Nagyjából ugyanerre a, a, a mondatra csatlakozva mondja a pszichológia azt, hogy azért fontos az, hogy legyen egy ilyen intézménynek ugye olyan um, elérhető elérhető információforrása, mint például a Gokin, ugye az ép és a beteg atlasza, ahol egy, tehát a nulladik ponttól az utolsóig le vannak írva a, a diagnózisok, és ez nagyon-nagyon fontos. Mert amikor mi találkozunk az orvossal, és abban a bizonyos krízis helyzetben vagyunk, akkor a krízis kommunikáció az orvos oldaláról megköveteli, hogy rettentő egyszerűen, de empatikusan Igen. fogadja a családot, mert hogyha az első beszélgetésnél ez megvalósul, akkor ott azonnal kialakul a bizalom. Igen. Így hát megint ugye az intézménybe vetett bizalom, az intézménybe vetett bizalom mentén a gokira fog rákeresni, az a szülő jó információt fog elolvasni, és utána a következő beszélgetésnél, az orvosnál már bátrabban felmeríteni a kérdéseit, mm -hmm. és, és nem igen. olyan kérdéseket tesz fel, ami utána esetleg dühött, vagy mm, hogy mondjam értetlenséget vált ki, hogy hol is olvasta maga ezt. Tehát, hogy itt találkozik ez a két tudományág, ami nagyon-nagyon fontos találkozó, mert hogy mind a kettő a bizalomra igen, igen, alapul, igen. vagy arra épít. Ugye az egyik része, tehát az intézményben, vagy a személyben van-e a bizalom Automatikusan én azt gondolom, hogy a személyben alakul ki a bizalom, amikor sok pozitív benyomást különböző személyektől kaptál, akkor kezd egy intézmény irányába kialakulni. Ez az egyik. A másik az, hogy van egy feltételezésetek, hogy attól, hogy ott van a honlapon, ott fogja megnézni, nem ott fogja megnézni. Hogyha el is... Ha el is, ha el is hangzott ez az információ a beszélgetésbe, hogy ezt megtalálja egyébként a honlapunkon, elhangzott más információ is, tehát abban a zajban, ami egy krízisben benne van az embernek a fejében, abban nem ez lesz a legfontosabb info, ami megmarad. Tehát, hogy a feleségem, Zsófi, ő is kommunikációval foglalkozik, én is kommunikációval foglalkozom, érteni szoktunk dolgokat, utólag rakosgattuk mindig össze azokat a mozaikokat, amiket fölfogtunk, mert egyszerűen ott pumpált a fülünkben, a szívünk, hogy a gyerekünkről van szó, és akkor, de azt is mondta, hogy ja igen, igen, de volt benne egy ilyen is, és biztos, hogy azt az infót azt el fogjuk felejteni, hogy további részletek a goki.hu úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ez megjelenjen a lehető legtöbb helyen, tehát ez meg, megjelenjen a folyosón, amíg várakozik, akkor fog rákeresni, hogy, hogy folyamatosan impulzus érje, tehát ez újra és újra legyen megosztva akár a Szívkör Egyesületnek a, a, a Facebook oldalán és különböző felületein. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, e, tehát, hogy attól, hogy egyszer beszéltetek róla, attól ti emlékeztek rá, de ez ugye egy folyamatos vetésforgó, ahogy érkeznek és mennek emberek különböző élet különböző szituációban vannak, különböző a, a beavatottságuk, tehát, hogy, hogy azért ez nagyon, ez is nagyon változó, úgyhogy, úgyhogy nincs olyan, hogy elég ennek a kommunikálásnak oh, És hogy van. megint, hogy mondjam, felháborodnék, de sajnos nem tudom, mert hogy igazad van, most rendeztünk ugye a Szívkör Egyesülettel egy Szívkör Olimpiát, és hát egészen elképesztő, ez egy szombati napon volt, és szerintem egy ilyen 5-6 hónapja uh -huh. kommunikálunk uh -huh. róla, a ráadásul azt hittük, hogy helyesen kommunikálunk róla, és ezelőtt a szombat előtt csütörtökön az egyik család, akik nagyon régóta oda tartoznak hozzánk, nagyon régóta ismerjük őket, ott az édesanyja este felhívott engem, hogy hát te Nóri, mi is ez az olimpia, és hogy lehet oda menni, és ugyanez egyébként a cím, azt hittem, hogy az itt teljesen egyértelműen mindenhol ott van, és nem, az is egy nagyon komoly tapasztalat volt, hogy szerepelt a meghívón, a posztokban, az itt-ottamon, mégsem volt teljesen egyértelmű, hogy hova kell majd menni Igen. erre az olimpiára. Igen, ez, 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 ez nekem az élettapasztalatom <laughs> ebben a szakmában, hogy dátumot helyszínt ki mit, ezeket a, ezeket a válaszokat, akárhányszor megadhatod, mindig lesz olyan, aki méltatlankodik, hogy miért nem tud erről ő, erről az részinformációról. Nyilván ebbe azért belejátszik az is, hogy a ti kommunikációs csatornáitokból egy elég hangsúlyos csatorna maga a Facebook, okay. és nem csak az oldal, hanem mondjuk a csoport. Egy oldal esetében az organikus elérés, az, hogy éppen bekerül-e valakinek a üzenőfalára, vagy nem, az fogalmazunk, hogy egy nagyobb esélye van arra, hogy nem, mint hogy igen, és a csoportnál is azért bőven van lehetőség arra, hogy legyen lemorzsolódás. Úgyhogy nekem például az az, az fontos tapasztalat, hogyha van lehetőség arra, hogy alternatív, saját információ hubot hozzá létre, ami lehet akár egy direct mail, tehát hogy, hogy levele, e-mail, kör e mm -hmm. vagy egy hollap, akkor, akkor az a mindig élni kell, és a köz közösségi média csatornákra, a sajtókommunikációs csatornákra, tehát gyakorlatilag mindenre, amit nem te befolyásolsz, hogy mi történik azon, kitér el, mik a kereteid, amikben kommunikálhatsz, azt mind érdemes inkább terelő csatornának alkalmazni. Tehát, hogy itt van a legújabb info a Szívkör Olimpiáról, az, hogy eljön ez is, ez az olimpiai bajnok, és akkor találkozzatok vele részetek, és terelje a saját oldaladra, a honlapodra, a blogodra, bárhova. És akkor ott vannak a legfontosabb információk. Tehát oda vissza fognak nagy eséllyel találni, hogyha már kaptak elég impulzust, de ne bízd rá a Mark hogy hogy milyen információt akarja átadni az embereknek, mert nincsen pénze belőletek, úgyhogy nem, nem lesz neki fontos, hogy, hogy, hogy egy azt úgy az elképzeltem, állt, ahogy otthon ül a gépe előtt, és <laughs> igen, azt igen. mondja, na ezt, ezt az algoritmust, vagy mit, mit is mondtad? Jól mondtad, igen. Na, algoritmust, akkor gyarapítom most, és rendszeresebbé teszem. Igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez azért egy nagyon fontos tapasztalat szerintem, és tényleg az, hogy ha valamiben aktívan benne vagy aktívan kommunikálsz, akkor akkor egy idő után elveszted azt a fajta érzékelésedet, hogy vajon ez másnak is egyértelmű-e. <laughs> mert amikor mert amikor például erről van szó, hogy szívkör olimpia ami ugye nem egy közvetlen krízis szituáció a gyerekeddel kapcsolatban, hanem egy tök jó családi esemény, ahova érdemes elmenni, akkor, akkor nem azzal versenyzel, hogy nem tudom, esetleg más családi események aznap, hanem a világ összes impulzusával és összes hírével versenyzel. És ezt így kell figyelembe venni, hogy miért jegyezné meg a dátumot, az időpontot, az eseményt, miközben kapott 15 ezer más impulzust egyébként tök fontos témákban. Az ukrán háborúról, a benzináról, a nem tudom, Kossuth Rádió reggeli interjújából kiderült, hogy újabb adó lesz, vagy nem <laughs> tudom, tehát hogy ilyen, tehát hogy ezek ott mind ott vannak, és ezzel versenyeznek. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, nem lehet elégszer elmondani, és nem lehet eléggé alábecsülni az információ elvesztésének a lehetőségét, <laughs> uh, és akkor kell átgondolni, hogy hol kell ezt az infót átadni, hol fogja biztosan hasznosítani, és ez például esetetekben, például a folyosókra <laughs> szerintem mindenféleképpen vonatkozik, és látod, hogy ha itt, ahogy beszélsz, mit jegyzetelek, hogy mi mindent szeretnék, akkor még meg eszembe jut egy csomó dolog, és hogy ez a folyosó, ez több egyére szóba került már, és hogy nagyon nehéz dolog. Azokat a, azokat a e, módszereket vagy javaslatokat kivitelezni, feltétlenül mm. egy ilyen e, egészségügyi intézményben, amik úgy általában véve megfogalmazhatóak, de mm. lehet, hogy pont éppen nálunk azért nem, most egyébként tényleg pont nálunk mm. azért nem, mert hogy az egységes megjelenítésre törekszik a, az igazgató mm. tanácsnak a, a, a döntő része, és hogy ezeket üdvözlik, igen, mm. ezeket a javaslatokat is, hogy lesz majd belőle mm. valami, de majd akkor, amikor ez megvalósul, aztán az az, Igen. Tehát, hogy be kell állni a sorba, és hogy... Ö... Nekik van egy prioritáslista a fejükben. És Igen. az egyik például az, hogy van x darab szakemberem, akire y mennyiségű munka vonatkozik. Hogyha te ezt az egészet abból a irányból közelíted meg, hogy az információ átadása, ami az ő munkájukból, nem tudom, 8%-ot visz azt le tudod nyomni 4%, ra mert azt az infót nem nekik kell átadni, hanem az ott van, akkor, akkor, nem, tehát mm -hmm. akkor már nem a prioritási lista 20-as pontján állsz azzal, hogy jobban kéne kommunikálni a látogatókkal, hanem egyből fölkerültél mondjuk a kettes pontra, hogy tehermentesíted azokat az orvosokat, igen. akiknek ezerszer fontosabb dolguk van, mint hogy mondjuk elmondják azt, hogy egyébként át kéne öltözni, vagy mondjuk igen, ott kapod meg a ruhát, de közben a cipőt az hogy kell főzni, hogy kell kezet mosni, és a többi, és a többi. Tehát ezek az információk, ezek az ő idejüket rabolják. Tehát ezek, ezek szerintem azok a megfontolások. Tehát a kommunikációnak az a szerepe, hogy támogassa a valódi célokat. A valódi cél az itt a gyógyítás, hogy legyen idő a gyógyításra. Mi veszel tőle időt? Többek között az információ átadás, tehát azt érdemes automatizálni. És hogy ennek a formátuma mennyire egységes, hogyan néz ki, mi a megfogalmazás, és a többi, és a többi, azt onnantól kezdve persze egy bürokratikus rendszer fogja ö, végrehajtani, és valószínűleg nem úgy fogtok kommunikálni ezeken a táblákon, mint, egy, mint ahogy az IKában, ban az áruházban van a kommunikáció, de az IKában ban azért van úgy az áruházban a kommunikáció, mert az a legjobb, amit egyik áruházban kommunikációs módon lehet tenni. Tehát az nem azért van úgy, mert valaki egy bürokratikus rendszer kitalálta, hanem azért, mert az évek folyamán a leghatékonyabb módszert tört utat magának, mert elemi érdekük, hogy hogy átadják azt az infót, amit át akarnak. Tehát azért ezért érdemes átemelni esetleg így a, így a versenyszférából bizonyos tapasztalatokat. Én azt gondolom, hogy az, ami ami szakmai kommunikáció, az érdemes tényleg a, az intézménynél megtartani, és az, ami emellé kell, hogy éppek maradjunk, ott lép be a szívkör egyesület ebbe a történetben. Tehát az, hogy együtt vagyunk ebben a hajóban, családok, akik ott vagyunk, szakdolgozók, akik segítenek nekünk, pszichológusok, akik ténylegesen segítenek rengeteg fajta módon, nem csak úgy, ahogy gondolnánk, hanem, hanem egy csomó minden más területen is. E, és hogy ez a fajta ilyen tehát, hogy ami, ami e, tehát, amit mindenki visszasír, ez a régi világ, hogy volt hova tartozni, hogy a falu az azt jelentette, hogy mindenki ismert mindenkit, és nyilván voltak ennek hátrányai, hogy plegykákodtak meg, stb., de volt egy összetartozás élmény hogy ez egyre inkább hiányzik. És egy ilyen krízis szituációban ehhez akarunk visszatérni, a saját kis törzsünkhöz. És itt egy új törzs formálódik. Itt azok, akik ott ülnek mellettünk a folyosón, akik a gyerekünket ápolják, akik, akik, kijönnek és elmondják a jó és a rossz híreket. Ez mindegy közösség, és ez az, ami a Szívkör Egyesületnek szerintem a funkciója, ez a, ez a védőháló. Annyi a különbség, hogy jönnek bennek benne emberek, mert meggyógyulnak babák, mert új babák kerülnek be mert valaki egy adott időpontban azt érzi, hogy ő be akar zárkozni és senkivel nem akar beszélni, de Fontos aztán egyik pillanatra másikra meg akarja osztani a történetét, vagy csak hallani akar egy hozzá hasonló történetet, aminek happy end a vége. Azt gondolom, hogy ez, ez így a legfontosabb ebben az egészben, de de hogy a szívkör egyesületre is rátalálni rá kell. Tehát, hogy az mm. sem az első számú... Mert, ne, mert a szülői prioritási listában nem az az első számú fontosság, hogy újra most lelkileg legyek rendben. Uh, hanem hogy mi van a gyerekemmel, kapjam meg az információt, mit tudok én tenni, uh, amikor ebből kikerülsz, akkor elkezdesz szagódni egy kicsit a másiknak a gyerekéért is, tehát hogy, és akkor sokára jön az, hogy egyébként velem mi van. Így. Legalábbis normál esetben azt gondolom, <laughs> hogy ez így történik, <laughs> és én ezt tapasztaltam így a folyosón a legtöbb, legtöbb embernél. Uh, elképesztő élmény ez. tehát hogy uh, minden szempontból túl van azon a dimenzión, amit így megszoktam azelőtt, hogy gyerekem lett volna, és mielőtt megtudtam volna, hogy neki egy nagyon komoly betegsége van, ami hál' Istennek gyógyítható. És hogy túl is vagytok azért ugye igen. a nagy részen. Mert hogy talán igen a beszélgetés ezt ezen szakaszát holnap estig tudnánk folytatni, <laughs> megint, ahogy elmondtál, egy csomó mindent nagyon sok olyan dolog jutott eszembe, amit akkor még ide be kéne vetni, vagy akkor az miért alakult úgy. Az biztos, hogy például egy ilyen nagy rózsaszínen villogó matrica hegyek alakultak ki a fejembe, amivel tele ragasztom majd az orvosok <laughs> ajtaját, hogy <laughs> ide bementek, kedves szülők, itt megkapjátok ugye azt a diagnózist, vagy a sebésztől azt a leírást, hogy mi fog a babátokkal, vagy a gyereketekkel történni, de amikor kifele akkor, akkor ott, 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 legyen egy szívkör egyesületnek a leírása, a Goki honlapja, az alapítványról, tegyünk szót, hogy, hogy szót, hogy, hogy ezek eljussanak, és hogy hogyan lehet jól eljuttatni. Na, de hát ez már az én munkaadjam, és most vissza a Daninak az érintett <laughs> szülő agyához, vagy hát, hát nem is feltétlenül az érintettség, de hogy hogyan telik most egy jó pár hónap is látogatás után egy napotok így családilag? A, a szakmámnak, legalábbis az a, a, úgy vett szakmámnak, hogy ügynökségnél dolgozom, az egyik előnye az, hogy minden nap másmilyen abszolút, és ezért ne, nagyon nehéz beleunni. E, és ebben a mindennap másmilyenségben azért hozott egy változást az, hogy azzal, hogy megkaptuk a gostit másodszorra is, tehát először így az élettől, aztán másodszorra így a, a szakemberektől, és hazavittük, hogy onnantól kezdve így megvannak a fix pontok a nap folyamán, tehát reggel együtt kezdünk, bár az anyukájával kezd hajnalban, és akkor én becsatlakozom, akkor amikor képes vagyok uh, fölébredni. Uh, és akkor változatos, hogy otthon vagyok, néha homofizba, sőt, igazából többségében homofizba vagyok, és akkor néha így azért velem van a baba, és akkor, amíg számítógépezek, akkor addig nem tudom, ringatom a lábammal, a kis uh, uh, foteljében, um, és, és hogy, és hogy van egy nagyon fix eleme a az este. Tehát, hogy az este az elkezdődik, akkor mi játszunk, akkor fürdetés van, közös olvasás van, altatás van, és a többi. Úgyhogy úgy, hozott egy ilyen rendszert az életembe, és hát azért egészen más így hazamenni, mondjuk, hogyha, hogyha máshol van az ember, hogy még, még valaki egy ennyire fontos, valaki várja otthon. Úgyhogy. Ez, ez, a font, ez az, ami most nekem igazán fontos rész, hogy, így, hogy, hogy majd, majd ezután is úgy hozzám megyek haza. <laughs> Egyik beszélgetésem során került szóba az, hogy amikor egy gyermek ugye megszületik, ezzel együtt megszületik az édesanyja is, és egy életre szóló aggodalom, meg szorongás, és ott pont egy édesapával beszélgettünk erről, és én neki feltettem azt a kérdést, hogy ez az édesapákkal is így van, hogy akkor az édesapa is akkor születik, és egy életre való aggodalom és szorongás is, de mellé a rendszer mellé. Ezen sokat gondolkoztam egyébként, hogy hogy vajon, hogyha csak ez egy, egy ilyen nagyon egyszerű történet lett volna, hogy megtudjuk, hogy jön, örülünk, ö, járunk a vizsgálatokra, örülünk, megszületik, örülünk, megfogjuk, hazavisszük. Tehát, hogy, hogy akkor vajon ekkora ajándékként tekintenéken el, nem tudom rá a választ de de az biztos, hogy mi azért sokszor kaptuk őt vissza, tehát mm -hmm. hogy, hogy, hogy amikor kiderült, hogy baj van, még az anyamében, amikor kiderült, hogy gyógyítható, amikor az első beavatkozás volt, amikor a második beavatkozás volt, amikor az életmentő műtét volt, amikor lekerültünk szinteket. Az összes szint másmilyen, tehát hogy ott azért ilyen a negyedikről azért egy infó vákumba kerül az ember a harmadikban. A, a hotel szint az már megint egy ilyen egészen más világ. E és amikor tényleg hazavihetjük, és akkor ott van, és akkor onnantól kezdve nem az van, hogy bármi gáz van, akkor a nővérnek megnyomjuk a hívót, és akkor ő jön és segít, hanem az onnantól kezdve van mi csomagunk. Szóval, hogy nagyon sokszor megkaptuk, e és akkor ez valószínűleg így nagyon megnövelte e így a, így, így a szeretetet, meg a hálát. Én, én azt érzem, hogy hogy nagyon sok, tehát hogy idézőjelesen nagyon sok áldozattal jár egy gyerek, mert nekem a este 6 és az este 11 közötti életem azért az nagyon változatos volt, meg izgalmas, meg érdekes, meg színes, és hogy ilyen teljes lazasággal cseréli ez be az ember a közös játék, fürdetés, etetés, olvasás és a többi körre. Úgyhogy, tehát igen, igen. igen. Még szerencse, hogy nem csak hang, hanem mm. kép is van, mert egészen más az arcod, amikor erről, a, erről a, a szakaszáról beszélsz a napodnak, mint bármi egyébről. Igen, szerintem ez az ajándék. ez Én sem tudom rá a választ, hogy hatványozódik-e a gokiban, de az biztos, hogy a szülőnek az értékrendjét azt, azt életre szólóan változtatja meg. Szerintem jó irányba, vagy nem tudom, hogy ebben vannak-e jó vagy rossz irányok, de lényeg, hogy a szülő időben tartó változást hoz. Úgyhogy nem maradt itt már hátra más ennél az epizódnál, mint hogy megkérdezzem a véleményedet arról, hogy tudod, hogy miről szól, ezzel ráhallgathatnál, hogy különleges embereket igyekszem bemutatni, akik valamilyen úton, módon hozzá tudnak tenni az egészhez, az egész uh -huh. és az egészség értéshez. Te kit ajánlanál, hogyha meghívhatnál ide valakit? Akkor azt elszpoilerezhetem, hogy nem ilyen nagyon gyorsan vágom rá a választ, hanem ezt mondhat, hogy meg fogok kérdezni, meg egyébként belenéztem az igen. adásokba, és akkor így onnan tapasztaltam, hogy itt lesz válasz. És nem egyeztettem vele, de ahogy ismerem őt, egyébként ő nagyon benne lenne egyébként egy ilyenben, mert nagyon szeret segíteni, és nagyon jó szívű. Én együtt dolgozom a Dréher sörgyárakkal, és ott a kommunikációs igazgató a Szabó Ibolya. És őt nagyon merném ajánlani úgy is, hogy beszélgessetek még a kommunikációról, de hogy, hogy én azt gondolnám, hogy ilyen céges kultúra, ugye kórházi kultúra, mm. hogy azon hogy lehet ilyen pici eszközökkel javítani, és ezt nem úgy kell értelmezni, hogy hiba javítás, hanem mm -hmm. jobbá tenni, mm -hmm. szebbé, kedvesebbé tenni, abban ő egy ilyen utánozhatatlan mester. Uh, és, és, ebben a témakörben én nagyon jó szívvel ajánlanám őt, hogy erről beszélgessetek, hogy hogyan lehet egy adott szervezetet még jobbá tenni milyen uh, kis apróságokkal. No, nagyon szépen köszönöm, nagyon kíváncsi vagyok az ő véleményére is, és hogy nagyon sokat fogok tőle is kérdezni, mm. mint ahogyan tőle tettem, és nagyon nagyon hálás vagyok. hogy itt voltál, szerintem nagyon fontos dolgokat mertünk kimondani, mm. és nagyon nagyon jó dolgokat indíthatunk el. Ez a beszélgetés, én legalábbis azt remélem szóval még egyszer nagyon szépen köszönöm. innen is nagyon üdvözöljük Zsófit és Ágostont, és fantasztikusak vagytok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál! Nagyon köszönöm a meghívást, és hogy eddig is ezen túl is, tehát bármivel tudok segíteni, akkor szólj Léci! Fogok! Köszönöm Sziasztok. szépen! Sziasztok!